Zsebra Zsaru program, diákok is segítették a rendőrség munkáját. Vége a nyári szünetnek, becsengettek a Békés Csabai iskolákban. Nívós nemzetközi konferencia, első alkalommal rendezik meg a röplabdázás hetét Békés Csabán. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Idén is folytatódik Békés megyében a 2005-ben elindított Zebra Zsaru program. A szeptemberi tanévkezdés miatt megnövekszik a forgalom az iskolák környékén, ezért a rendőrök diákokkal kiegészülve segítik a gyerekek biztonságos közlekedését. A Petőfi utcai gyalogos jelzőlámpa zöldre váltott, meg lehet kezdeni az átkelést az úttesten. Békés Csabán a Bartók Béla út és a Petőfi utca kereszteződésében Zahoránné Márton Brigitta, a Békés megyei balesetmegelőzési bizottság tagja és Kónya Orsolya, a Békés Csabai rendőrkapitányság rendőre, valamint a Petőfi utcai általános iskola 6. osztályos tanulói is segítették az átkelést a zebrákon. Én egyébként szeretek segíteni, szóval még ez nekem jó is. Minden nap biciklivel járok, szóval egy csomó olyat látok, hogy szabálytalanul közlekednek. És ezzel talán segíthetnék azoknak is, akik rosszul közlekednek. A rendőrség minden évben országszerte készül a tanévkezdésre. Ilyenkor nem csak a zebrán való átkelésben segítenek, hanem szabálytalanság esetén figyelmeztetik is a közlekedőt, hogy mutasson példát a diáktársaknak. A forgalom besűrűsödik a reggeli órákban, ami balesethez vezethet. A rendőrség ezért is segíti a közlekedőket az iskola kezdés időszakában. Sokan gyalog vagy kerékpárral, de vannak olyanok is, akik autóval viszik gyermekeiket az iskolába. Bizony ennél az iskolánál megfigyelhető, hogy nyilván az iskola előtt is vannak várakozó helyek kialakítva, és van, akinek ott nem sikerül megállni, és a szemben lévő lakótelep parkolójában áll meg. Olyat is látunk sajnos elég gyakran, hogy a szülők megfogják a gyermekek kezét, és gyorsan átszaladnak az úttesten, pedig pár méterre itt van a gyalogos átkelőhely. Arra kérjük a szülőket, hogy jöjjenek el a zebráig a gyerekekkel, és zöld jelzésen menjenek át. Azért hangsúlyozom a zöldet, mert hogyha villog a zöld, és még nem indultunk el, akkor ne is lépjünk le az úttestre, akkor már nem lehet elindulni, hanem várjuk meg az újabb zöldet. A Békés megyei rendőrfőkapitányság szóvivője arra is felhívja a figyelmet, hogy a kerékpárral közlekedők tolják a kerékpárjukat a zebrán, ha csak nincs kijelölt átkelőhely, hiszen a közúti közlekedésben a másodpercek tört része alatt történhetnek balesetek. A rendőrség felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a közúton mindig körültekintően kell közlekedni. Újra az iskolapadban. Szeptember első napján, csütörtökön elkezdődött a 2022-23-as tanév. Békés Csaba szerte több oktatási intézményben ezen a napon tartották a tanévnyitó ünnepségeket. Mosolyognak a tanítónénik, és elhihetett, mint egy okos nagy gyerekkel, úgy bánnak veled. A Békés Csabai Erzsébethelyi Általános Iskola Madách utcai tagintézményében 245 gyermek kezdi az új tanévet, közülük 24 első osztályos tanuló. Békés Csaba polgármestere arról beszélt, hogy a városban csütörtökön 11.600 tanuló számára indult el a tanév. Szarvas Péter emlékeztetett, hogy ugyan a város iskolái közel egy évtizede már állami fenntartásban vannak, azonban az önkormányzat ez idő alatt sem felejtkezett el róluk. Minden évben számtalan példa van az együttműködésre. Az idén is itt, ahol vagyunk, a Madách utcai iskolában is együttműködünk például az udvari kuckó rendbetételében. Az önkormányzat biztosította a forrást a kuckó rendbetételéhez. A tanévnyitó ünnepségen beszédet mondott az intézmény vezetője, aki többek között az első osztályos diákokkal és szüleikkel osztott meg néhány értékes gondolatot. Én már tudom, hogy nagyon jól fogjátok érezni nálunk magatokat, sok élmény, új barátok várnak rátok, ugyanakkor elkezdődik egy mindennapi kötelesség is, a tanulás. Biztos vagyok abban, hogy a tanítónéni segítségével, valamint a szüleitek támogatásával kinyílik számotokra egy új és izgalmas világ. A Szeberényi Gusztáv Adolf evangélikus gimnáziumban is elkezdődött a tanév.
Az iskolai hagyományok szerint az első osztályosok a 12-esek kezét fogva vonultak be az evangélikus nagy templomba csütörtökön 9 órakor. Miután mindenki elfoglalta a helyét, Isten tisztelettel kezdődött el a tanévnyitó, ahol Szenterét Katalin iskola lelkész hirdetett igéjét. Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket és ragyogtassanánk orcáját. Ismerjétek meg utadat a földön, szabadításodat a népek között. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Megáld bennünket az Isten, féljék őt mindenütt a földön. Az intézmény igazgatója arról beszélt, hogy a 30. tanév kezdődik el az iskolában, hozzátéve 25 éve indult el a művészeti oktatásuk, 10 éves az általános iskola és 75 éves a kollégium. Köves Kuti Péter emlékeztetett, hogy 30 évvel ezelőtt 4 osztály indult alig 100 diákkal, ma 34 osztályban, 4 óvodai és 5 kollégiumi csoportban, 8 épületben csaknem 1200 diák tanul. 30 évvel ezelőtt még nem tudhattuk, milyen lesz az iskola, és milyen lesz az akkoriban újraindult egyházi és evangélikus oktatás. Azt gondolták az emberek, hogy egy katonás, elitképzés lesz az evangélikus oktatás útja, ma már azonban látjuk, hogy egy színes, élettel, közösségi élettel teli intézmények az evangélikus oktatási intézmények, ahol a legjobb eszközökkel, jó körülmények között tanulhatnak a gyermekek és a fiatalok. Az intézmény vezető köszöntötte az első osztályba beiratkozó 56 diákot és a 116 új 9-es gimnazistát is. A tanévnyitó ünnepség végén a hagyományokhoz hűen a 9-esek letették az iskola fogadalmát. Isten engem segíjen, ámen. Majd az új pedagógusok is esküt tettek. A Békés megyei önkormányzat közgyűlése ünnepi megyegyűlést tartott Békéscsabán, a Békéscsabai Jókai Színház vigadójában szerdán. A rendezvényen átadták a Békés megyéért és a polgárokért kitüntetéseket is. A jogszabály alapján 1715. július 23-án Békésen alakult újjá a vármegyei közgyűlés. A Békés megyei önkormányzat megyenaphoz kapcsolódó ünnepi megyegyűlésén Zalai Mihály ismertette a vármegyei közgyűlés kialakulásának történetét, majd köszöntötte a vendégeket és megnyitotta az eseményt. Az ünnepségen köszöntő beszédet mondott Dukai Miklós önkormányzati államtitkár, aki kiemelte azt a munkát, amellyel őrizni kívánják Békés vármegye múltját. Dicséretes ez a kezdeményezés, amellyel a vármegyei önkormányzat őrizni és ápolni kívánja Békés vármegye múltját, tovább vinni a sok ezer éves megyei emlékeket. Most a köszöntés is rendhagyó, hiszen több évtized után mondhatjuk újra, hogy vármegye, köszönhetően annak, hogy az országgyűlés törvénybe iktatta a több évszázadon keresztül használt és megszokott elnevezést. A Békés megyei önkormányzat közgyűlése ebben az évben is átadta a Békés megyéért díjakat. Idén a Békés megyei népművészeti egyesület, a Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület és Takács Árpád, a Békés megyei kormányhivatalt vezető főispán kapott ilyen elismerést. Hogy érzem magam, zavarbejtően megtisztelő ez a helyzet, és nyilvánvalóan átvettem és képletesen tudom átadni a kollégáimnak, a kormányhivatal valamennyi dolgozójának, hiszen ha én sikeres vagyok, akkor azt nekik köszönhetem. A kormányhivatal dolgozói nélkül nem lehet egy vezető sikeres. Jól felkészült, kiváló, kitűnő, alkotó kollégáim vannak, és erre nagyon büszke vagyok. A Békés megyei önkormányzat közgyűlése 2015-ben alapította a Polgárokért díjat. Az elismerést ebben az évben Gyula polgármestere Görgényi Ernő vehette át. A díjátadó végén a térség országgyűlési képviselője mondott pohárköszöntőt. És úgy gondolom, hogy azok, akik most itt kitüntetettek, díjazottak, ők ezt a szorgalmat, ezt a tehetséget és ezt a teljesítményt jelképezik, ami a mi önazonosságunkhoz, ami büszkeségünkhez is hozzájárul. Az ünnepi megyegyűlést az Alföld Quartet műsora színesítette.
A Békés megyei önkormányzat szombaton, a szokásos helyszínen, a Békés Csabai Szent István téren tartja az idei megyenapot. Két Békés megyei csapat várta a labdarúgó MOL Magyar Kupa 2022-23-as kiírásában a harmadik forduló sorsolását. Ebben a körben már a 12 NB1-es és a 20 NB2-es együttes is bekapcsolódik a sorozatba, így a másodosztályú Békés Csaba 1912 előre is ellenfélre várt. Bralás Gábor együttese a Csongrád-Csanád megyei első osztályban szereplő Szegedi VSE otthonában lép majd pályára. A másik versenyben lévő megyei együttes a két fordulót már sikerrel teljesítő NB3-as Füzesgyarmati SK az egy osztállyal magasabban jegyzett Moson-Magyaróvár gárdáját látja vendégül. A továbbjutás a harmadik fordulóban egy mérkőzésen dől el. A találkozókat szeptember 17-én és 18-án rendezik. Első alkalommal hívja életre a röplabdázás hetét a Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület szeptember 5-e és 10-e között. A programok között szerepel többek között nyílt nap a Békés Csabai Röplabda Akadémián, edzőképzés, de egy nemzetközi sporttudományos konferencia is. Egyedülálló módon szervezi meg a röplabdázás hetét a Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület a helyi önkormányzat és a hazai szövetség közreműködésével szeptember 2. hetében. A BRS-e minden évben jelen van az önkormányzat által szervezett sporthétfőn, ez lesz a programsorozat nyitó eleme. Ezt követően a Csabai Klub szerdán nyílt napot rendez a Békés Csabai Röplabda Akadémián. Ezen a nyílt napon alapvetően meg lehet tekinteni azokat az edzésprogramokat, amelyeket az edzők az egyes csapatokkal végeznek. Szerda délután, tehát itt lehetőségek lesz a szülőknek, akiknek már ide jár a gyermekük a BRS-éhez röplabdázni, hogy megnézzék őket edzés közben. Ez ugye évközben nem nyitott általában, úgyhogy most ez egy ilyen rendhagyó alkalom, hogy több edzést is megnézhetnek a szülők, megnézhetik, milyen munkát végeznek, hogy szerepelnek gyermekeik. A programsorozat célja a mozgás megszerettetése és a meglévő szakmai tudás gyarapítása. Szeptember 9-én pénteken a Békés Csabai Röplabda Akadémián egy nemzetközi sporttudományos konferenciát tartanak. Baran Ádám klubelnök elmondta, több sportág neves szakembere érkezik majd a megyeszékhelyre. Többek között Rádh Géber Lászlót is köszönhetjük, aki egy nagyon nívós előadással készül majd. Ezen túl, mivel röplabda specifikus része is lesz a rendezvénynek, nemzetközi hírű szakemberek, ha csak néhányat említek, Daniele Santarelli, korunk egyik legjobb edzője, aki az olasz klub csapatával számos bajnokok ligája sikert ért el, és jelenleg a szerb röplabda szövetségnek a szövetségi kapitánya. A program sorozat szombaton a Magyar Röplabda Szövetség kreditszerző edzőképzésével folytatódik. A röplabdázás hetét szombat este egy női válogatott mérkőzés zárja, a Városi Sportcsarnok ad otthont szeptember 10-én 19 órától a Magyarország-Portugália Európa-bajnoki selejtezőnek. A kézilabda NB1-be egy év kihagyás után feljutó Békés Csabai Előre NK együttese szombaton kezdi a bajnokság 2022-23-as kiírását. Pap Bálint csapata az előző szezonban 9. helyen végző Dunaújvárosi KKA otthonában lép pályára. A Csabai együttes a tavaszi feljutás után július 11-én kezdte a felkészülést az új bajnoki szezonra. A lilák jelentősen átalakított kerettel vágtak neki a 8 hetes munkának. Mayer Szabináik számos felkészülési mérkőzést vívtak, többek között egy hazai tornán is tesztelték, hogy miben kell még javulni a bajnoki szezonra. Úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült a felkészülésünk, az új játékosok beilleszkedtek, nagyon sok mérkőzést játszottunk a felkészülés során, úgy gondolom, hogy olyan 80%-ra pozitív hatással volt a csapatra, de még van mit fejlődnünk, és azt gondolom, hogy a szombati mérkőzésre össze fog állni a csapat, és jó mérkőzést fogunk játszani. A csabaiak tavaly az első helyen végeztek az NB1B-ben, a dunaújvárosiak pedig az élvonalban a 9. helyen zártak. A Fejér megyeiek éppen a lilákat legyőzve jutottak be a Magyar Kupa 4-es döntőjébe,
Úgy, hogy egy gólos félidei hátrány után 28-22-re diadalmaskodtak idegenben, a városi sportcsarnokban. A Dunai Városa pont tavaly találkoztunk egy magyar kupa keretén belül, itt hazai pályán, akkor ugye ők hagyták el győztesként a pályát. Én úgy gondolom, hogy ott is azért történtek változások, új edzőbe, tehát a csapatot, új játékosok érkeztek, az is egy formálódó csapat. Természetesen tudjuk, hogy hazai pályán mindent el fognak követni azért, hogy győzzenek. Mi is megpróbálunk mindent azért elkövetni, hogy egy jó szezonkezdéssel induljunk, és akár meglepetést szerezzünk. A két csapat bajnoki mérkőzése szombaton 17 órakor kezdődik a Dunói Városi Városi Sportcsarnokban. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!